Sziasztok, Szandra vagyok, és azért gyűltünk itt ma össze, hogy beszéljek nektek néhány olyan termékről, amikkel sajnos nem sikerült mély, tartalmas és hosszú távú kapcsolatot kialakítanom, magyarul nem igazán lettek a kedvenceim. Valljátok be, hogy imádjátok ezeket az antikedvences videókat. De az a helyzet, hogy én is nagyon szeretem őket, szóval nem tudom, ez biztos valami perverzió, de én esküszöm jobban szeretem, mint a kedvences videókat. Majd írjátok meg kommentben, hogy ti hogy vagytok ezzel. Igen, ugyanaz a fehér pulcsi van rajta, mint az egyik előző videóban, és ennek az a nagyon egyszerű oka van, hogy egymás után veszem fel a két videót, bízom benne, hogy ez senkit nem zavar, bár szerintem eléggé cuki ez a pulcsi, pláne egy piros körökkel. Szeretném most is elmondani, csak hogy politikailag korrekt maradjak, hogyha esetleg a videóban bemutatott termékek közül nektek valami a kedvencetek, vagy ti nagyon szeretitek, akkor ne is törődjetek azzal, amit én mondok, ez az én személyes véleményem, nem vagyunk egyformák, nem egyforma a bőrtípusunk, nem egyformák az igényeinkben, amit elvárunk egy terméktől. Másrészt pedig az, hogy most mutatok egy márkától egy terméket, ami nekem nem lett a kedvencem, az nem azt jelenti, hogy az egész márkát utálom és leírtam magamban. Szerintem szinte mindegyik márkától vannak kedvenceim, meg olyanok is, amiket kevésbé szeretek. De inkább térjünk rá a termékekre, mert kicsit sok lesz most már a rizsa. Elsőként itt van ez a Balea Pure Freshness Dezodor, amivel igazából semmi gondom nem lett volna, hogyha kijönne a flakonból. Igazából azon gondolkodtam, hogy ezt vissza kellene vinnem a DM-be, mert bár a blokja nincsen meg, de hát DM saját márkás termék, szóval nyilvánvalóan ott vettem. Amúgy annyira felhúztam magam, amikor szembesültem vele, hogy ez nem működik, mert én egyébként mindig dezodorokat szoktam venni, és azok nekem tökre beváltak. De úgy voltam vele, hogy próbáljam meg egy ilyen olcsóbbat, meg lehet, hogy ez is tök jó. Megvettem ezt, erre hazahozom, és konkrétan nem tudom kifújni, ami benne van, úgyhogy irgum-burgum. A következő termék az egy Méthode Jean Puber Essence de Beauté hidratáló és sminkfixáló termet, aminek az egyetlen problémája, hogy borzasztóan fura szaga van. Igazából elvileg ez valamilyen mentás arcpermet kellene, hogy legyen, de ez nem mentás. Szóval ennek nem tudom, hogy milyen szaga van, de hogy ez semmilyen körülmények között nem ment, de azt tudni. És egyébként borzasztóan sajnálom, mert nagyon-nagyon finom permetet szór, és nagyon kellemes érzés lenne a bőrön, de egyszerűen nem tudom elviselni a szagát. A következő az egy arcápoló termék, mégpedig az Avon True Nutra Effects Miracle Glow tápláló olajos krém, amit nem igazán tudok hova tenni. Nem tudom, hogy látjátok-e, de ilyen kis sárga pöttyök vannak benne, amik ilyen kis golyók, vagy nem is tudom micsodák, és ezek egyszerűen nem kelődnek el normálisan. Szóval felviszem ezt a krémet a bőrömre, és úgy érzem, hogy a krémet már elkentem, de még mindig érzem, hogy vannak ott ilyen kis golyók, amiket nem sikerült elkennem. És akkor most vagy így leszedegetem őket a bőrömről, vagy letörlöm valamivel, de akkor meg lejön az arckrém is, pedig egyébként egy tök jó kis könnyű hidratáló krém lenne, de ezek a golyók, vagy gyöngyök, vagy nem tudom micsodák, marhára idegesítenek engem. Kicsit olyan, mintha valami radírozó cucc lenne. De nem az, mert ez egy hidratáló krém, szóval nem értem ezt. Van itt egy hajápoló termék is, ami a Pantene Provi Deep Moisture Soufflé mély hidratáló hajhab. Amikor ezt először megláttam a DM-ben, úgy voltam vele, hogy ez baromi izgi, ezt ki kell próbálnom, mert ugye ismerjük a balzsamokat, meg a különböző ilyen hajra való szérumokat, de mély hidratáló hajhabról én konkrétan még nem hallottam, mert csak hajformázó habokat ismertem eddig. És ezt úgy kell használni, hogy nedves vagy száraz hajra kell felvinni, és nem kell kiöblíteni. Na most, hát nem tudom, hogy ez hogyan viselkedik, hogyha az ember száraz hajra viszi föl, bár lehet azt kellett volna kipróbálnom, de én mindig törölköző száraz hajra vittem fel, és egyszerűen túl sok volt a hajamnak. Ez ugye száraz és károsodott hajra való, és hát ez abszolút elmondható az én hajamról, de mégis túl sok volt a hajamnak, még akkor is, hogyha nagyon keveset vittem fel belőle, akkor is éreztem, hogy elnehezíti, meg hogy van rajta valami, mindig olyan fura tapintása volt a hajamnak hajszárítás után. Lehet, hogy akinek tényleg nagyon-nagyon száraz és károsodott a haja, annak jó lehet, de nekem sajnos nem vált be. Még mielőtt rátérnénk a sminkekre, van itt egy körömlak, ez pedig egy Essie körömlak, ez konkrétan a Smoking Hat árnyalat, ami nem tudom, hogy hol
és milyen formában vásároltam. Ez konkrétan egy nap után lepattok a körmömről, akármit kenek alá, akármit kenek fölé, akárhogy vigyázok rá, gyakorlatilag ennyitől lepattok. Igazából használtam már korábban esszilakkokat, és azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon változó az esszilakkoknak a minősége, valami nagyon tartós, de ez nem tartozik azok közé. És akkor jöjjenek a sminkek. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az a Kiko Extra Sculpt Volume szempilla spirál, amit igazából csak azért vettem meg, mert Kathleen Lights-nak ez az egyik kedvenc szempilla spirálja, és valamikor hónapokkal ezelőtt volt egy nagy leárazás a Kikónak a honlapján, és akkor többek között ezt a szempilla spirált is megvettem. De az a helyzet, hogy nekem nagyon nem lett a kedvencem. Igazából főként a kefejével van problémám, mert hogy ennek ilyen karcsúsított homokóra alakja van, és valahogy itt a végénél nagyon széles a feje, és mindig baromira összekenem vele a szemhéjamat. Lehet, hogyha ilyen elkeskenyedő feje lenne, és itt nem lenne ilyen széles, akkor nagyon szeretném, de így én egyszerűen nem tudok szépen dolgozni ezzel a szempilla spirállal. Én egyébként annyira a hatásától sem voltam elájulva, nem volt rossz, szép szempillákat csinált, de mondjuk a L'Oreal Miss Baby-ról számomra sokkal, de sokkal jobb. És akkor még egy szempilla spirál, ez a Rimmel Wonderful vízálló szempilla spirál, amit a Krémánia legrosszabb sminkjei videóban próbáltam ki, és ez a szempilla spirál konkrétan semmit nem csinált a szempilláimmal. Olyan, mintha semmi nem lett volna a szempilláimon. Pedig a Rimmelnek vannak jó szempilla spiráljai, de ez nem tartozik közéjük. A következő terméket szintén a Krémmánia legrosszabb sminkjei videóban próbáltam ki, ez az Essence Stay Natural ecsetes korrektor, aminek egyrészt alig van fedése, másrészt borzasztóan fényes lesz tőle a szemem alatti terület, és hiába fixálom le púderrel, valahogy olyan nagyon-nagyon furán néz ki. A videó után adtam még neki egy lehetőséget, de nem sikerült összebarátkoznom vele. És akkor még egy Essence termék, ez az Essence Eyebrow Gel színezett szemöldök zselé, amivel az a gondom, hogy csúszkál össze-vissza, egyszerűen nem lehet szépen dolgozni vele. Mondjuk én amúgy sem igazán szeretem ezeket a tégelyes szemöldök zseléket, de azért ennek adtam egy esélyt, de kár volt, megmondom őszintén. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az egy Elf. Hú, ennek mi is a neve? Valamilyen ajakolaj? Színezett ajakolaj. Ez az Elf színezett ajakolaj, vagy valami ilyesmi a neve, igazából nem tudom pontosan, mert hogy a tubusra semmi nincs ráírva, azon kívül, hogy Elf. Minden info a dobozán van. Ezt a Montparnasse-ban lévő Müllerben vettem, mert hogy ott lehet kapni Elf termékeket, bár drágábbak, mintha neten rendelni őket az ember, de ha valaki szeretné élőben megnézni az Elf sminkeket, akkor ott megteheti. És ezzel az a gondom, hogy olyan semmilyen. Szóval így olyan nagyon szépnek tűnik a színe, de hogyha felviszem az ajkaimra, akkor igazából szinte semmi, de semmi az égvilágon nem látszódik belőle. Van egy ilyen nagyon kellemes fénye, de az gyakorlatilag pár perc után lekopik, illetve én azt reméltem, hogy ennek tényleg egy picit ilyen olajos textúrája van, ami hidratálja az ajkakat, de még csak nem is hidratál. Szóval, hogy így kidobott pénz volt, azt hiszem, erre szokták mondani. És a végére egy olyan terméket hagytam, amivel ilyen szeret-nem szeret kapcsolatban vagyok, ez a Shiseido Aura Dew arcra, ajkakra és szemre való sminktermék. Ez a Solar 02-es árnyalat, erről egyébként írtam a blogon, és ez egy ilyen nagyon gyönyörű, aranyszínű, fényes, csillámos valami. Igazából nem tudom, hogy most minek nevezzem. Én nagyon szeretem ezt használni a szemeimen, mert hát láthatjátok, hogy gyönyörűséges fénye van, bár nem túl tartós. Highlighterként, meg kifejezetten csúnya tud lenni. Ezt most kimondtam. Mert hogy ebben csillámok vannak, és hogyha valakinek nem ilyen nagyon szép, egyenletes porcelán bőre van, ott bizony kiemelheti a textúrákat, ami azért nem túl előnyös. Elég hamar elkezd lekopni, ahogyan az előbb is mondtam, viszont a kis aranycsillámok meg ott maradnak, ami megint csak nem túl előnyös. Szóval ezzel úgy vagyok, hogy
Nagyon szép, tényleg gyönyörű, imádom nézegetni, de highlighterként használva számomra egyszerűen katasztrófa. Azért így szemfestékként elhasználgatom majd, mert azért tényleg nagyon szép. Pedig olyan szép vagy. Miért teszed ezt velem? És ezzel el is fogytak a termékek, amikről szerettem volna beszélni nektek. Remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó. Hogyha nektek esetleg van tapasztalatotok a videóban bemutatott termékekkel kapcsolatban, akkor légy írjátok meg, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyezik-e a véleményünk, vagy nektek bevált valamelyik termék. De azt is megírhatjátok, hogyha van olyan termék, amiben ti brutálisan nagyot csalódtatok az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi az, ami nem vált be. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, valamint kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!